12 év börtönt és a közhivatal vállalásától való eltiltást kért az ország alelnökére az argentin ügyészség. Cristina Fernández de Kirchner, aki korábban a dél-amerikai ország államfője is volt, korrupciós vádakkal néz szembe, amelyek szerint 1 milliárd dolláros kárt okozott hazájának. 12 év börtönt, a közhivataltól való örökös eltiltást, illetve a perköltségek megfizetését kérjük, mivel vezetőként felelősség terheli, mondta az ügyész. A vád szerint Kirchner ismerőseinek szerzett állami útépítési megrendeléseket, de ő tagadja a vádakat és azt mondja, hogy az üggyel ki akarják zárni a közéletből. Akad, aki nem hisz neki. Egyértelműen bebizonyosodott, hogy lopott, ezért úgy gondolom, hogy börtönbe kell mennie. Mások számára ő az ország megmentője. Valahányszor megtámadják, utcára megyek, mert annak a generációnak a tagja vagyok, amelyiknek ő mentette meg az életét. Bár Kirchnert számos korrupciós vád érte a hivatali ideje alatt történt ügyek miatt, ez az első alkalom, hogy egy argentin elnök elleni per olyan fázisba jutott, ahol az ügyész letöltendő börtönbüntetést kér. A 69 éves alelnököt bűnszervezet vezetésével vádolják, amelynek tagjai közbeszerzési szerződések odaítélésében működtek közre. Kirchner egy ismerősének vállalkozása számára, a munkák jelentős részét azonban soha nem végezték el.